folytatódik a Pajtakult. Nekünk ez volt a karácsonyi ajándék itt állunk ebben a gyönyörű, ködös, hideg, havas őrségi tájban. Mínusz 2 fok van, mínusz 3 fok? Hát nem körülbelül, tudom. Nincs meleg. Nem is értem, hogy miért nem fázol. Én imádom a telet, hogyha hó van, de csak akkor. Egyébként én is imádom a telet, és nagyon ritkán van mostanában hó. Azonban milyen volt a karácsony? Hát, az az igazság, bevallom, én általában a gasztró és a családi együttlétek oltárán áldozom ebben az időszakban. Nekem nagyon békés, nagyon nyugodt volt. Most kicsit hagyjuk a karácsony, és nézzünk körül máshol. Hol nézzünk körül? Egészen pontosan Szalafőre fogunk menni, vagyis hogy Kubinyi Julcsi fog oda menni Tóth Zoltán építésszel és Horváth Lászlóval körbenézni az ottani skanzenben, milyen is volt a helyi építészet az elmúlt századokban. Anita, kérlek, vezess minket végig, és mesélj ennek az épület együttesnek a jelenlegi helyzetéről. Hogy is kerülnek ide ezek a szép régi épületek ide a főút mellé? Hát ugye most éppen Szalafőnek az egyik kis utcáján vagyunk, amiket errefelé az utcákat ugye szereknek hívják. A szer is ilyen lakóegységet jelent igazából, és Pityerszernek egyik kis része ez a falu múzeum, és hát maguk az épületek úgy kerülnek ide, hogy eleve itt voltak, hogy körülbelül 200 éve. Akkor építették ide az itt lakók, és egészen pontosan 1970-ig lakták is ezeket a házakat. Azért is maradtak meg ilyen szép állapotban, mert ugye sokáig lakták őket. Ez az épület milyen funkciót szolgált? Mert látom, hogy egészen más arányai vannak. Hát ez egy tökéletes választás, hogy pont erre mutattál rá. Ez egy emeletes kástu, ugye a kástu szó az kamrát jelent, és igazából tényleg egy ilyen emeletes kamra, ha másik oldalról is majd megnézzük, akkor ott lehet látni, hogy még egy ilyen erkélyszerű része is van. Az egy ilyen közlekedő része egyébként, hogy az emeleten is tudjanak közlekedni, úgyhogy igazából ez egy kamra épület, lisztet, gabonát, bort, húsokat, csonkát, kolbászt, meg még a kacatokat is az ilyen kástukban tartották. És itt az épületek között nem egy pajta épület is van, ha jól tudom, ugye? Így van, igen. Hány darab? Három. Egy-egy van ugye a házaknál, hozzájuk van építve, és a terület közepén van egy ilyen nagy deszkapajta is, amilyen közösségi térként is szolgált annak idején, ugye? Ezt a deszkapajtát látjuk itt. Ezen a ponton szeretném átadni a szót Tóth Zoltánnak és Horváth Lászlónak, akik egy kicsit építész szemszögből járják körül ezt a témát. Ahogy mondtam, nekem óriási élmény mindig skanzenekben sétálni, mert egy igazi időutazás, tehát látni 100 év vagy 200 évnek az építészetét, azt megőrizve, és mégis a képzelőerő azt lehetővé teszi, hogy kitaláljam, hogy ott milyen élet folyt, vagy azt is beleképzeljem, hogy talán én mit tudok ezzel kezdeni. Hogy van neked ilyen élményed, akár skanzen élményed, vagy annyira ez egy egyedi építészeti élmény, hogy éli meg a múltat. Nekem itt a legérdekesebb az pont az, hogy vannak olyan pajták, ahol egybe van építve a pajta a házzal, ami gyakorlatilag pont az a része, amit most szeretnénk csinálni, hogy pajtákból olyan pajtákat, amit nem használunk, azokból a pajtákból, hogy esetleg újra lakófunkciót csempészünk bele, és hogy egybehozni a pajtát és a lakóteret, és kiderül, hogy ugye ez már volt. Ezt már kitalálták előttünk, úgyhogy nem fogunk semmi újat kitalálni. Hát ahogy a mondandónknak a lényege, a régi az új. Tulajdonképpen most ezt fogalmaztuk meg, hogy hogyan lehet ezeket a régi, alapvetően a földhöz kapcsolódó életérzéseket beépíteni a mába. Úgyhogy a régi az új, ha ezt tűztük a zászlóra, akkor könnyű dolgunk van, ha valóban át tudjuk fordítani ezt a mai kornak a nyelvére. De, hát én ugye ebben azt gondolom, hogy van egy régi épületünk, és a régi épületbe bele tudjuk tenni ezt a funkcióváltást, és attól, hogy a kívülről vannak pajtáink, ami lehet téglaépület, lehet faépület, és ebbe betesszük azokat a funkciókat, amivel mondjuk akár egy fiatal pár, ha nem akar elköltözni vidékről, és szeretné itt folytatni az életét, akkor lehet, hogy egy pajtát vesz meg magának, felújítja, ebben esetleg tudunk nekik segíteni, és akkor ugyanitt egy gyönyörű környezetben egy nagyon érdekes életteret tud létrehozni.
Másik óriási élmény itt az őrségben járva, ugye, hogy most látjuk a Pajta, hogy működött 200 éve, és van egy nagyon kortárs épületünk, a Pajta étterem, amelyik meg teljesen a mai kor nyelvére vitt át az építészeti szabadságot tulajdonképpen, és ezt a kettőséget is látni, meg megélni, ez megint csak egy ilyen kuriózum, tehát ezért jó mászkálni a világban, mert találkozol ilyen szélsőségekkel, idézőjelbe tett szélsőségekkel. Hát de ugye ők meg egy másik funkcióra, ugye vendéglátásra kezdték el, és ott van egy, ott nagyon szépen ketté válik a múlt és a jelen, ugye ők megpróbálták ezt összekovácsolni, de ott ugye ott is megvan a régi épület, egy sátortetős épület, és ahhoz tették hozzá a rendezvénytermet, másik épületnél ahhoz tették hozzá az étteremrészt, és ezek gyönyörűen működnek együtt. Ezek nagyon szép példák, hogy hogy tud a múlt és a jelen, a régi és az új építészet együtt működni. Ezek nagyon jól sikerültek, én úgy gondolom. Skanzenből visszaérkező ide a Pajta étterembe és a műsor helyszínére. Vannak itt meglepetések, hogy közelebb jönnek az operatőr kollégák, megmutatni, hogy balta, nem tudom, erről mi jut eszedbe, Júli. Hát én rögtön a vége láthatatlan karácsonyfa lábforgásokra asszociáltam. Azt hittem, hogy azt mondtad, hogy valami horrorfilm. Nem. Erre én találtam egy jó megoldást. Van egy olyan karácsonyfa tartó, ilyen drótos, és ki lehet engedni, és akkor bele lehet helyezni a karácsonyfát, és ugye ez vagy a szeretet ünnepe, vagy válók a karácsony. Dani, úgy látom, te szereted előre megtervezni a dolgokat, mérnöki pontossággal. Ez ilyen ad-hoc volt. Találtam, megvettem, de ha már a mérnök szót szóba hoztad, akkor... helyben vagyunk. Bizony, mert hogy Unagy Gábor építésszel fogunk most beszélgetni, illetve ti fogtok vele beszélgetni, mert hogy ezt a csodálatos helyet ő tervezte. Így van, és nem csak gasztronómiai, hanem építészeti szempontból is jelentős a helyszíne. Tóth Zoltán állandó építészeti rovatvezetőnk és Unagy Gábor építész, aki egyébként a Széchenyi Egyetem dizájn tanszékének vezetője. Nagy tisztelettel köszöntöm, és nem mellékesen ő tervezte ezt a gyönyörű helyszínt, ezt a gyönyörű helyet, és itt vagyunk a Táncpajtában, ha jól tudom. Igen, ez a Táncpajta, a meglévő pajtának egy átalakítása, bővítése, ebből lett a Táncpajta. Első képünk ez lenne. Alapvetően arról szeretnélek kérdezni, hogy mi volt a szándéka, a funkciót azt tudjuk, ugye volt egy pajta, és a pajtához kellett hozzá illeszteni egy táncszínházat, egy táncpajta részt. Ezek a pajták itt az őrségben valamikor a 19. század végétől épültek, és kialakult ennek egy gyönyörű típusa, és ez a meglévő pajta is, bár nagyon leromlott állapotban volt, de ennek a típusnak egy nagyon szép darabja. Ennek nagyon kérleltek az arányai, ez pajta istálló együtt volt, nagyjából hasonló méretűek mindenhol, vannak finom árnyalatbeli különbségek, még mintázatbeli különbségek, mint például a képen ezek a szellőzők, ami a valamikori szénapajtát szellőztették, az a farkasfog párkány díszítés, ami rajta volt. Nekem ez nagyon fontos volt, hogy ezt a pajtát, ezt lehetőleg olyan állapotban alakítsuk vissza, vagy hozzuk rendbe, mint amilyen lehetett. És mivel hozzá kellett építeni egy viszonylag nagy teret, mert hogy ez önmagában kevés volt a táncpajtához, nekem az volt a szándékom, hogy mindenképpen olyan valamit építsünk hozzá, és úgy, hogy ne alakítsuk át az arányait a réginek. Úgyhogy a vízió az tulajdonképpen az volt, hogy van egy pajta, és a pajtához hozzáépül egy nagy lugas. Tehát a lugas az egyébként itt ebben a tájban egy olyan jellemző táji elem, ami tájépítészetileg is értelmezhető. Magában persze nem ház, de egy nagyon fontos dolog, és ennek az üvegdoboznak, amiben most itt ülünk, ennek tulajdonképpen azt lehet mondani, talán a lugas az előképe, vagy ez a víziója. A lugast kérdeztem volna, de az üvegfelületek, ugye általában ezt belülről nézzük, de ennek van egy olyan sajátossága, hogy néztem fotókat, hogy mutatja a tájat, tehát tükörként is szolgálja. Több olyan fotót láttam, ahol látszik a gyönyörű környék. Ez véletlen vagy tudatos? Hát meg kell mondjam, ez nyilvánvalóan az ember ezzel számol, hogyha üvegfelületekkel dolgozik, akkor abban tükröződés is van. Ez tulajdonképpen nem csak a transzparencia, kívülről befele, belülről kifele, hanem az is, hogy
másképp oldódik fel egy ilyen építmény a tájban, tehát pont a tükröződés miatt sokkal inkább megjelenik kívülről a lugasszerűség. Sikerült épp egy ilyen fotót készíteni, ahol a transzparenciában látszik, hogy a külső rész befelé vett árnyékot és fordítva. Tehát igazán nem nagyon lehet látni, hogy tehát a kint bent, a bent kint. Hogy melyik a kint, melyik a bent. Az, hogy ez miért érdekes mondjuk egy ilyen tájban, az, hogy egy tér az a tájba kvázi feloldódjon, az azért, mert itt az őrségben számomra a legnagyobb érték, meg a legnagyobb építészeti érték tulajdonképpen az a táj, amit itt az elődök létrehoztak évszázadok alatt, és ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy ma másképp élünk, mint évszázadokkal ezelőtt, sokkal inkább bent élünk, és a táj az nagyon sokszor tulajdonképpen a látványban van jelen a belső térben. Régen mondjuk egy parasztembert ez kevésbé érdekelte, tehát ő alapvetően a házon kívül élt, a ház az csak egy hajlék volt. Ma meg számunkra ez a kettőnek a összeolvadása, meg az egysége, az egyfajta program. Ez most nem azt mondom, hogy kizárólag építészeti program, hanem talán inkább egyfajta ilyen életmód vagy lakásmódbeli program. Analógián tovább haladva az üvegosztás? Ezen egy darabig töprengtem, de nem túlságosan hosszan, mert lehetett volna ez egy egybeüveg is, de ahhoz, hogy belülről átérhető legyen a külső és ennek a határa, vagy kívülről a belső és annak a határa, ezért nekem tulajdonképpen vonalak kellettek. Tehát ennek nem műszaki oka van elsősorban, mert itt üveg-üveggel érintkezik, és ezek az érintkezések rajzolják ki ezeket a vonalakat, de ezek a vonalak, ezek egyben azt is jelzik, hogy valaminek van határa, és egyfajta ritmust ad a látványnak belülről kifele is, meg kívülről befele is. Egyébként is a ritmus az szerintem az építészetnek az egyik fő eszköze talán, vagy jelentéshordozója, ahogy fogalmaz. A másik épületnél szintén van egy hagyományos épületformánk, és ott is a hagyományos épületforma egy modern üvegdobozzal van kiegészítve. Ennek az épületnek tulajdonképpen a tartalma az, hogy van egy hagyományos faszerkezet a maga szerkezeti felépítésével, struktúrájával, saját maga ritmusával. Az folytatódik a bővítésben, és erre a folytatott faszerkezetre rákerül egy teljesen más épületburok, ami jelen esetben egy acélüvegszerkezet, ami épületburoknak a osztás ritmusa, egyebek, azok reflektálnak tulajdonképpen erre. Tehát nem ismétel valamit, hanem tulajdonképpen talán utal vagy reagál egy meglévő helyzetre. Sürgés forgás, lassan kezdődik a vacsora. Itt szabad még beljebb mennünk? Nyugodtan, csak utánatok. Lassan kezdődik 6 órától a vacsora szervizünk, amikor is egy 10 fogásos degusztációs menüvel várjuk a vendégeinket, ami minden héten éppen az adott héten elérhető friss alapanyagokból tevődik össze. És ezt hogyan kell elképzelni, hogy tudod, hogy mik az alapanyagok, és jön a boszorkány konyha, és próbálod összekombinálni, összekomponálni az ízeket? Igen, a péntek és szombati nap általában az korán reggel piaccal indul, illetve nagyon jó kapcsolatunk a helyi termelőkkel, illetve gombászokkal, kinek mi van, és mondhatni talán, hogy ebből összeáll egy adott alapanyagkosár, vasárnapig bezárólag, amiből hétfő keddel készül a következő heti étlap, és így maximálisan tudunk a helyi alapanyagokra támaszkodni.
Ha már a gomba szóba került, nekem régi mániám egyébként, és látom, és nagyon nagy örömmel látom, hogy ebben a konyhában van a szürke trombita gomba. Én ismerek egy gombászt, aki ebből él, szedi a pirisben, és hihetetlen pénzért árulja, mert hogy annyira jó fűszergomba, és az emberek nem ismerik. Ott a kollégák meg tudják mutatni, ott van egy nagy üvegben szürke trombita gomba. Úgy látom, itt a fekete. Aha, a második. Igen. De igen. Hogy ez ilyen jó? Én nagyon-nagyon szeretem, és ugye igyekszünk, mivel szezonális konyhát viszünk tavasszal, vagy éppen amikor úgymond bőség van, frissen elérhető vadon növő termékekbe, ezeket igyekszünk télire elrakni. Leszárítjuk, savanyítjuk, fermentáljuk, teljesen klasszikus régi technológiával ezt elrakjuk, és jövő év elején, mondjuk majd így február-március környéken, amikor viszont gyakorlatilag csak gyökérzöldségeket tudunk frissen megvenni, akkor ezzel tudjuk színesíteni a felhozatalt, és nagyon-nagyon izgalmas, hogy olyan alapanyagokat is tudsz ezáltal párosítani, amiknek a szezonja nagyon-nagyon távol esik egymástól. Tavaly talán az egyik ilyen kedvencem volt a fermentált fehér sárga csipke, vagy óvarézni az mérnek. De izgalmas! Van olyan, hogy kedvenc időszak egy séf életében, hogy én a tavaszi alapanyagokból szeretek a leginkább alkotni, vagy az őszből, tél? Mi szerintem minden évszaknak megvan a maga bája, nem csak mondjuk így az atmoszférát, meg a kilátást számba véve, hanem az alapanyagokat is, és persze tavasszal és nyáron nagyon nagy a bőség, rengeteg virág van, termés, gyümölcs, zöldség, és akkor sokszor a bőség zavarában van az ember, viszont ilyenkor télen, amikor sokkal kevesebb minden van, akkor viszont nagyon izgalmas és sokkal kreatívabbnak kell lenni. Múltkor például még makkot szedtünk a svájcokkal, ráadásul pont egy olyan reggel, amikor már picit megcsípte a délit a talajt, úgyhogy jól lefagyunk. Ezért mondják, hogy éhes disznó makka. Akkor most már értem a falfestményt is. Igen. Na de, mit esznek ma a vendégek? Lassan ugye indul a szerviz, úgyhogy sütjük majd frissen a kenyereket, illetve a kerekperecet, utána van szürke hacsa, szevicsénk, előételben például a szarvastatár, fenyővel, illetve egy kis szárított fenyővel. Fenyővel, az egyik kedvenc alapanyagom. Használjuk az a fenyő maga, vagy a használjuk a magot. Ilyen zsenge fenyő. A fenyőrügyet, a bőrlevelet, sőt még a baby tobozt is tavasszal összeadjuk, és lassabb annyi. Levesből sütöttök levessel készülünk, kacsamája szarvasgombával, halból most éppen pisztrángot, kaviárjával együtt állunk, egy kis tallórépával, hajdinával, a főételnek szint érkezik vaddisznó némi csicsókával, amivel most a svájcok készültek. Itt a csicsóka. Bizony, a hóembernek az óra, látom. Igen, honnan volt régen. Alig tudom kiérteni a kertből, nekem nem van. Műtöttünk mi is, képzeld el, hogy ezt az őrségben nincsenek bekerítve a kertek, mivel a két méteres kerítést is átugorja a szarvas állóhelyből, és azért régen úgy védekeztek ez ellen a helyiek, hogy csicsókát ültöttek körbe. Ugye ez egy aránylag kiirtatatlan, magas idénykedő növény, és úgymond a kert közepébe került az értékes, a paradicsom, a paprika, a tőke és az egyéb termék, csak a kisebb eséllyel lakmároztak belőle a vadat. Hát, azt hiszem ez az este csak jól sülhet el. Különleges vendégünk van most itt közvetlenül a koncertje előtt. Beszélgetünk egy kicsit Harcsa Veronikával. Üdvözlünk, Veronika, és köszönjük, hogy így most rendelkezésünkre állsz ebben a beszélgetésben. Ahogy most hallgattam a hangbeállásotokat, rögtön elkezdtem impulzusokat gyűjteni, ahogy a hangod betöltötte ott az éttermi részt, ami szintén egy ilyen nagyon izgalmas, organikus fa és üveg kombináció, hogy mennyire hat rád vissza az a tér, amiben éppen énekelsz? Nagyon erősen visszahat. Gyémát Bálint gitárossal fogok ma este itt zenélni, és Bálinttal szerintem elképesztő szerencsések vagyunk olyan tekintetben, hogy nagyon sokféle helyen zenélünk. Vannak nagy hangversenytermek is, ahova eljutunk, és vannak ilyen pici, intim szituációk is, és szerintem ez a legjobb helyzet, ami egy zenésszel történhet, hogy mind a kettőt tudjuk szeretni, és mind a kettőből megkapjuk azt, amit meg lehet kapni.
Amikor közvetítettük ezt a meghívást számotokra, akkor ott volt, hogy egy pajtában lesz a koncert. Megijedtél, vagy lelkesedtél? Tudtad-e, hogy hová jössz? Egyrészt tudtam, hogy hová jövök. Ősszel itt a környéken bicikliztünk a férjemmel, és nagyon szerettünk volna beülni vacsorázni, de nem volt hely, úgyhogy már pontosan tudtam, hogy hova jövünk. Nagyon örültem, hogy így az ajtón nem tudtunk, de az ablakon be tudok mászni, koncertezni. Másrészt pedig egyáltalán nem ijedtem meg, hiszen Bálinttal is annyiféle helyen játszottunk már, és egy különleges helyszín az nagyon gyakran inspirál. Ott kérdezzelek egy picit a zenéről. Általában világzenészek világzenét hallgatnak, a folkosok folkzenét, jazzénekesnő milyen zenét hallgat mostanában? Én mindenevő vagyok zenében is, és egyébként is. Nem hiszem, hogy így be tudnám kategorizálni, hogy milyen zenét hallgatok. Az biztos, hogy az elmúlt években a jazz mellett, meg a popzenei alternatív kirándulásaim mellett egy nagyon fontos szál lett a pályámon az, hogy elkezdtem klasszikus zenészekkel együtt dolgozni. Elsősorban olyan határterületeken, tehát olyan műveken, vagy olyan szerzőkkel, akik vagy újítók voltak a maguk nemében, vagy pedig sokat kísérleteztek, vagy ahol úgy érezzük azt, hogy belefér az, hogy ne csak klasszikus módon, klasszikus zenei háttéren lehessen hozzányúlni azokhoz a művekhez. Úgyhogy nagyon érdekelnek a kísérletek a zenén belül is, az új terepeknek a felfedezése, és én nyitottnak tartom magam stílusokat tekintve. Itt elárultad az elején, hogy a mai koncertre nem kellett próbálnotok. Hogy hány év rutin van ez mögött, hogy az ember annyira érzi a társát, hogy már kimer állni próba nélkül. Hát igen, Gyémánt Bálinttal 2008 óta dolgozunk együtt, 13 éve most már, és az elején még csak vendég volt a zenekaromban, aztán pedig nagyon szoros lett az együttműködés, úgyhogy valóban most már nem kell minden koncertre külön próbálnunk, de magát az esti repertoárt azt mindig közösen állítjuk össze, átbeszéljük, hogy melyik dalt ír, melyik dalról érezzük azt, hogy odaillik az adott estére. És egyébként igenis van olyan, hogy próbálunk, a mai este történetesen olyan repertoárt játszunk, ami nagyon a kezünkben van. Hallgattalak benneteket Hacs Veronikával, és az jutott eszembe, hogy milyen szép dolog az, amit csinálunk. Beszélgetünk kiváló emberekkel, művészekkel, köztük veled is, és hát remélem, hogy a nézőknek át tudjuk adni azt az érzést, amit itt tapasztalunk. Nem tudom, hogy te így látod-e. Hát rengeteg csodálatos emberi találkozásban volt részünk így a Pajtakult kapcsán, és én azért elképesztően hálás vagyok. Igen, ez az év arról szólt, és nagyon bízom benne, hogy a magyar kultúra sokszínűségét majd a következő esztendőben is meg tudjuk mutatni önöknek, mert azért az derül ki ezekből a találkozásokból, ahogy te fogalmaztál, hogy rengeteg színe van a kultúránknak, és nagyon-nagyon élvezetes. És hát jövőre is nagy szeretettel várjuk önöket a képernyők elé, és mindenkit a Pajták teteje alá. Boldog új esztendőt kívánom. És minden jót az új évre. 2022 lesz, kimondani szörnyű. És végezetül kukucskáljunk be itt, nézzük, csak Harcsa Veronikára várnak, hamarosan jön a fellépés. Na hát akkor nézzünk be. Watch me brother, leave taking by sugar. Catch another cold baby. A good looker. Oh, it's raining outside. I hope you got an umbrella. But I gotta ride up high to the Big Dipper. I wish you the best. Nonetheless, I pack up. For the rest, no stress whatsoever. Oh, giving and growing is true indeed, but I move over, I do. Mourning and yearning is not for me, for you neither.
deep root in my soul. But it won't break a hole. Call me numb, call me vain, a life lover I remain. Truly thankful for all the light that he brought in my soul. But he won't break a heart. Call me numb, call me vain, a life lover I remain. Do ke you ba do 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 da de do ba do de do do and da ke you ba do 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 say da ke you. He brought in my soul, but he won't break a bone.